Krisztus szeretetével köszöntelek titeket, áldjon meg a mindenható egy igaz örök Isten mindannyiunkat. Ezen a nyugalomnapon, az Ószennapján, ugye a vasárnap, ugye a szlávok mondják Vaskriszenje, a feltámadás napja. Ugye nekik nem vasárnap volt, mint a magyaroknak, hanem a feltámadás napja. Mások a gyökerek, más az asszociáció, de nekünk itt Isten népének a feltámadás örömünnepe, emléknapja minden vasárnap, amikor összegyűlünk, Jézus Krisztus köré gyűlünk, és őt tisztán, őt imádni jöttünk, mert egyrészt ő az élet fejedelme, az életnek az ura, és minden élőnek a tulajdonosa. Ízlegessük. Isten minden élőnek a tulajdonosa. Így van? Melyikünk az, aki tudna az életéhez akár csak egy órát is hozzátenni? Gondoljatok bele. Isten szab határt az életnek, Isten szab határt annak, hogy meddig futhatjuk az életutunkat, és Istennek joga van elvenni az életünket. Ő a Teremtő. Ő az Isten. Ez a felállás, ez az alaphelyzet. Az ember persze nem könnyen fogadja ezt el, de ha józanul végig gondolja az ember, akkor be kell lássa, hogy bizony rendkívül erőteljes korlátok közé van szorítva az élete, és ki van szolgáltatva az élő Istennek, mert ő ad napokat ezen a földön, vagy ő ad órákat ezen a földön, egyiknek ennyit, a másiknak annyit. És az is benne van a felállásban, hogy mindenért, amit ezen a földön teszünk az életünkkel, számot fogunk annak, akitől kaptuk. Gyakorlatilag azt kell elképzelnetek, hogy az életet az Istentől, a Teremtőtől kölcsönbe kaptad. Ezért hívja a Biblia egy nagyon régi szóval sáfárságnak, hogy gazdálkodunk vele az életünkkel. Mennyire más lenne az én életem, ha ezt naponként úgy tudnám. De téd is szerintem nem. Ha tudatában lennék annak, hogy nem uralom az életemet, nem uralom a napjaimat, nem tudom megállítani az időt 23 éves koromba, nem tudom visszapörgetni az időt 18 éves koromba, 12-re vagy 40-re, hogy valamit másképp csináljak. Ami elmúlt, elmúlt. Vissza nem mehetek oda. Mennyire foglalkoztatja az embert az időutazás? Szeretne az ember időbe utazni, megváltoztatni a sorsát, ugye, Vissza a jövőbe ez a film, ugye fel is dolgozta, de nyilván más ilyen science fiction művek is feldolgozták az emberek ezt a vágyát. De ez maradt a science fiction kategória. Tehát ez az alapállás, amikor a szolgától beszélünk, és arról, hogy Istennek kedves a szolgája élete, hogy ő a tulajdonosa az életünknek, mégis élhetünk olyan életet, hogy az Isten azt mondja, hogy kedves nekem. Sőt, azt is Biblia mondja, hogy olyan életet is élhet az ember, amire a Teremtője azt mondja, hogy gyönyörködöm benned. Gyönyörködöm a te életedben. Na ezt a témát fogjuk ma körüljárni a következő egy órában. A János 12.26-ot olvassuk el, két fordításból is szeretném, ha olvasnánk. Egy az új fordítás, a másik pedig a Csia Lajos féle fordítás. János 12.26, mint alapigénk. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. És a Csia Lajos fordításban ez így hangzik. Ha valaki kiszolgál engem, kövessen is engem. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, meg fogja becsülni az Atya. Pontosabb a Csia Lajos fordítása a nyelvtani szerkezetet tekintve. Nézzük. Kettő szó van benne, ami ebben az igében nagyon erős, az ott lesz, a másik pedig a megbecsüli. Ez mind a kettő az Isten szolgájára vonatkozik, aki nem csak tud az Istenről, hanem szolgálatába is oda szentelte magát, Isten szolgáltára oda szentelte az életét.
Maga a szolgálat kifejezés itt jelent fizikai szolgálatot, szellemi szolgálatot, segítségnyújtást, jelent anyagi támogatást, az anyagiakkal való gazdálkodást, és jelent diakónusi szolgálatot, abban az értelemben gyülekezetben vannak avatott diakónusok, akikben felismerte a gyülekezet az ajándékot, és a követendő példát is meglátta az életükben. A szolgálat tehát nem csupán egy-egy eseményről szól, az Istennek való szolgálat, hanem nagyon gyakorlatias hozzáállást mutat. És az élethez a mindennapokban való hozzáállásról szól. Egy szolgáló élet az a mindennapokban mutatkozik meg. Az egész életet felöleli, amikor az ember azt mondja, hogy Istennek szolgálok, Isten szolgálatában állok. A szolgáló lelkület az, ami abból a jó téteményből, Isten kegyelmének a személyes tapasztalatából hálaként fakad fel, és ezt mozgatja, ami ebből fakad, ebből a hálából, a kegyelem tapasztalatból fakadó hálából fakad, ezt nevezzük a Biblia értelemben Isten szolgálatának. Ami független a Krisztus kegyelmének tapasztalatától, az lehet valamilyen jó cselekedet, de mindenképpen halott. Halott önmagában, mert az ember képtelen valamit önzetlenül cselekedni, ha csak nem hálából teszi. Mert mindennel valamilyen üzletet akarunk kötni. Jó fejséget akarunk szerezni, jónak lenni, jó. Kicsit megfeszíteni magunkat, hogy jaj, de jó ember vagyok. Most 10 percig. Tehát nem egy esemény, nem egy egyszeri cselekedet, hanem egy életforma, amely mindenképpen a tapasztalt hálából fakad. Megnyilvánul lelki, szellemi és fizikai területen egyaránt az Isten szolgálata. Jézus tanítványi körében is többféle szolgálatot látunk már az Új Szövetség evangélium írataiban. Az egyik, amikor kiküldi a tanítványait a Lukás 10-ben, hogy prédikáljanak, beteget gyógyítsanak, hirdessék az evangéliumot, tehát ilyen típusú evangelizációs szolgálat, a prédikálásra küldi ki a tanítványait. De nem csak ilyen szolgálat van, hanem törődjetek a gyengékkel, az elesettekkel, a betegekkel. De van más típusú szolgálat is már Jézus tanítványi körében. Olyannal is megbízott tanítványokat, hogy fogadják a vendégeket. Ilyen az 5000 ember megvendégelése, azt mondja, ültessétek le őket csoportokba. A tanítványok menték, és elkezdtek megszervezni csoportokat. Ezt nem Jézus csinálta, a tanítványoknak ilyen vendégfogadó szolgálata volt. Aztán olyan is van, amikor a csoport ellátásában szolgált valaki. Tehát fizikai szolgálatot végzett, élelmezési tevékenységet végzett. Jézus mondja, hogy az 5000 ember megvendégelésénél ti adjatok nekik enni. Ez is egy típusú szolgálat volt. Vagy olvassuk Mártáról, Betániai Mártáról, hogy Jézus és tanítványai betértek hozzájuk, ott volt Lázár is, aki éppen akkor támadt fel, nem sokkal előtte, asztalhoz ültek, és azt mondja az írás, hogy Márta felszolgált nekik. Élelmet készített nekik. Ilyen szolgálat is van, vagy Zabcsiel 6-ban azt olvassuk, hogy a diakónusok és a özvegyasszonyok is szolgáltak a gyülekezet közösségében az asztal körül. Tehát ez is bizonyos fokú diakóniai élelmezési szolgálat volt. Aztán mások az anyagi javakkal szolgálták a mestert, és így az evangélium hirdetésének misszióját. Olyanokról is olvasunk, akik jómódú családi háttérrel rendelkeztek. És magas beosztásban voltak. Olyan beosztásokban, ahol a férfiakat kötötte a kötelezettségük, mert király mellett voltak, vagy a helytartó mellett szolgáltak, dolgoztak, és nem mehettek Jézussal együtt a tanítvány útra, ezért elküldték a feleségeiket. Őrülök olvasunk a Lukás 8.3-ban Johanna, Kauzának, Herodes egyik főemberének a felesége, és Zsuzsanna, de sok más asszony is, akik szolgáltak neki vagyonukból. Tehát sáfálkodtak a javakkal, amivel megáldotta őket az Isten. Aztán a szolgált készség és az adakozás bősége jellemzi azokat, akik Jézust szívből szeretik. Hozzá közel állnak, kegyelmének tapasztalatától hálás a szívük. Ennek túlcsordulása az áldozat bemutatása, vagy az áldozatok, a szolgálatok és bármi, amit oda tesznek Isten oltára. Mária, ugye szintén Betániában elővette egy
300 dénár értékű nárduskenetet, egy fiolát. 300 dénár egy normál munkásnak az egy évi bére volt. És ráöntötte ezt a drága nárduskenetet, az egy évi keresetet, érő kenetet Jézus lábára. És azt mondja az írás, hogy a kenet illata betöltötte az egész házat. Ilyen volt ez, nem csak a kenetnek volt illata, a sokkal inkább volt Mária szívének egy jó illata. Ez a hála áldozat, amikor Jézus a temetésére készíti elő, és ilyen módon áldoz az Istennek. Így olvassuk ezt, nagyon érdekes, mert megjelenik egy másik típusú hozzáállás, és Júdás hozzáállása ebben a helyzetben. Nagyon tanúságos a szolgáló lelkület, meg a haszonlesés. Tehát ugye, akik azért követték Jézus, hogy valami hasznuk legyen belőle. Nem azért, mert szerették őt. Júdás ilyen volt, haszonleső volt, Mária pedig, aki szerette Jézust. Nem azt számogatta, hogy mit ad Jézusnak, hanem mit kapott tőle. És azt mondta, hogy bármit adhatok, az eltörpül, mérhetetlenül kicsi ahhoz, amit én kaptam Jézustól. Így van a János 12.3-tól. Mária ekkor elővette egy font drága valódi nárduskenetet, megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg, a ház pedig megtelt a kenet illatával. A tanítványai közül az egyik Júdás Iskariótes, aki el akarta őt árulni, így szólt. Miért nem adták el inkább ezt a kenetet 300 dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek? De nem azért mondta ezt, mint a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála lévő elszényből elszedegetett, amit beletettek. Tehát Júdás volt a csapat pénztárosa, és ha valaki adományt akart adni Jézus szolgálatának támogatására, akkor Júdáshoz vitte a pénzt, és ő úgy hát megtizedelte, lenyúlt belőle. Hát nem annyit tettek be, ennyit tettek bele, és akkor megvolt a saját forrás is. Nem menjünk el azonban azok mellett sem, amellett a szolgált mellett sem, amikor valaki a szakmájával szolgál. Tehát van egy szakmája, amit megtanult, és ezt úgy végzi, hogy abból szolgál esetleg olyanoknak, akik szükségben vannak. Abcsak 9.39-ben olvassuk Dorkász klasszikus szolgáltának a történetét, meghalt Dorkász, és beszélnek róla azok a testvérek, özvegyek, akiket megáldott rajta keresztül az Isten. Péter felkelt, és velük ment, amikor odaért, felvezették a felső szobába, az özvegy asszonyok pedig mind elé álltak, sírtak és mutogatták azokat az ingeket és ruhákat, amelyeket Dorkász készített, amíg velük volt. Hát Dorkász ugye szabás varrásból élt, és látjuk, hogy azoknak az asszonyoknak szolgált a vállalkozásából termelt javakkal, akik kereső nélkül maradtak. Tehát az ők, mint özvegyasszonyok, mert a gyerekeik is elvesztették a keresettel rendelkező apát, férjet. Így kiszolgáltatottá vált, különösen abban a társadalmi rendszerben. Nagyon nehezen tudott például dolgozni egy nő. A férfiak tartották el a családot. Ezért volt egy vállalkozó, volt neki egy szabászata, varázszata, azt mondta, figyeljetek, én azt tudom nektek adni, hogy ami jövedelmem van, és ami ebből tudok, akkor abból készítek nektek ruhát. Meg készítek a kicsi gyereketeknek, kinőtte azt a kis valamit, készítek neki egy ruhát. És ezzel szolgált azok felé, akik nem tudtam magukról gondot viselni. Nem azért, mert lusták voltak, hanem a társadalom akkor a rendszere miatt nem volt rá lehetőségük. Tehát a szolgálatnak ilyen formája is van. Látjátok, ez is mennyire hétköznapi. Nem úgy, hogy elment vasárnap, és akkor kürtöltedet, hogy hoztam egy kis gatyáskát a fiúnak. Hanem valószínűleg elment hozzájuk, hogy jöttek hozzá, és mondta, figyelj, a gyereken, látom, hogy szakadt volt a ruha, láttam múlt héten, maradt egy kis anyagom, megvartam neki, tessék, vigyed. Hát nem kell hálálkodni, hogy hált az Istennek, semmi probléma. Megtehettem, volt miből. A János 12.26-ban tehát két kifejezést emeltem ki, az egyik az ott lesz és a megbecsüli. Érdemes egy kicsit ízlegetni mind a kettőt, egy picit közelebb menni ezekhez a szavakhoz. Jövédei kifejezésről beszélünk, amikor azt olvasjuk, hogy ott lesz. De nem csak ennyi van benne, hanem olyan is benne van ebben a kifejezésben, hogy egyrészt a jövőben következik be,
De múlik azon, hogy te hogyan viselkedsz, és hogyan élsz a lehetőségekkel, hogy ott leszel-e. Tehát nem csak az Istenen múlik. Ezért egy ilyen fordítással adtam vissza, talán meg is ezt az ott lesz kifejezésnek. Így lehetne visszaadni ezt az ott lesz szót, hogy én, Jézus, megteszem tanítványommal. Én megteszem vele. A nyelvtani szerkezet erre utal. Én megteszem vele, hogy ott legyen, ahol én vagyok, de van egy feltétele is. Ha engedelmeskedik szavamnak, azaz követ engem. Én meg fogom tenni a tanítványommal, hogy ott legyen, ahol én vagyok, mert én meg tudom ezt tenni. Egy feltétele van, ha hallgat rám, engedelmeskedik a szavamnak. Tehát ez jelenti azt is, hogy mert a földi életben, Isten jelenlétében éli az ember a életét, és ott van, ahova Isten vezeti, ahova Krisztus vezeti, és jelenti azt is, hogy jövőben a mennyben lesz. És a megbecsülés kifejezés szintén egy jövő idejű kifejezés, megbecsüli, meg fogja becsülni, így is mondhatnánk, így is folythatnánk. A Krisztusnak engedelmeskedő, az ő szolgálatában álló tanítványnak ígérete az atyától, hogy ő meg fogja becsülni. Megtiszteli az életét. Megajándékoz, megjutalmaz, ezt is jelenti. Jövőre vonatkozó kifejezés tehát, ez a típusú megbecsülés és értékelés és megjutalmazás, ez be fog következni azoknak az életében, akik az egész életükben szolgálták az Urat. Ez egy ígéret, de ez a jövőre vonatkozik. Meg fogja becsülni az Atya. Nagyon jó a példa, amit István vértanú halálánál látunk a Bibliában, erre, konkrétan erre vonatkozóan, segít megérteni ezt a jövőben bekövetkező eseményt. Azt mondja az írás, az Abcsel 755-ben, ő volt az első mártírja a keresztény közösségnek, István diakónus. Abcsel 755-től. Ő azonban a Szentlélekkel telve, ugye megkövezték Jézusról való bizonyságtétele miatt, égre függesztette a tekintetét, és látta Isten dicsőségét, és Jézust, amint az Isten jobbja felől áll. Ekkor így szólt, én már látom az eget megnyílva, és az emberfiát, amint az Isten jobbja felől áll. Tehát látjuk, hogy István mindvég hűséges volt, szolgálta az Urat, és meglátta az Isten dicsőségét, és megtapasztalta azt, hogy megbecsüli az Atya. Miért? Mert ugye tudjuk, hogy a Bibliában minden helyen ül az Atya Isten jobbján Jézus, a názareti, a megfeszített, de feltámadott Krisztus, a király, király és uraknak ura, itt pedig azt látjuk, hogy áll. És nagyon különös volt a múlt héten, amikor énekeltük ezt a dalt, ezt a Jesua dalt, és ugye van a szövegében, hogy látni akarlak Jézus, ismerni akarlak Jézus, és ugye ezt megismételjük, és amikor ezt énekeltük, akkor volt egy látomásom. Azt láttam, és nagyon be is töltött ez a vágy, hogy Uram, de jó lesz, annyira vágyok már, hogy ott legyek, és lássalak téged. És az annyira nagyszerű tapasztalat volt, hogy kicsit megízleltette velem az Úr a jutalmat. Hogy milyen nagy jutalom lesz az, amikor abban, akit szeretsz, és nem látod, de szereted őt, és egyre jobban megismered őt, ahogy itt élsz a föld életben, egy napon majd látni fogod. És olyan különös volt a látomás, mert Jézusnak az arcát láttam, de én tejüvegen keresztül. Ilyen homályosan. De ki lehetett venni a kontúrját, és azt is lehetett látni, hogy áll. És meggyőződésem, hogy a Krisztus tanítványait, aki egy szolgáló életet él, így fogja fogadni az Úr Jézus. Állva fogja fogadni. És így fog bemenni a mennyek országába, hogy meg lesz becsülve, meg lesz tisztelve. És azt fogják mondani majd az Úr Jézus az angyalnak, így jön az én szolgám. Mint Istvánnál, amikor elment a mennybe, Jézus felállt, és azt mondta a mennyei angyaloknak, hogy várjatok, nagy dolog történik a földön. Valaki az én hűségemből és kegyelmemből erőt merítve, mindvég hűséges. Ő lesz az első. István volt az első, aki bement a mennyek királyságába, és Isten megengedte nekünk, hogy betekintsünk abba, amit ő látott. Mert hiszem, hogy a többiekkel ugyanígy történt. Az Isten szolgáival, akik az Úr szolgálatába adták magukat, fizikai, lelki, szellemi területen, az életük mindennapját tekintve.
nem egy-egy esemény tekintve. Aztán mi jellemzi az Isten szolgáját, akiben gyönyörködik az Isten? Itt is nézzünk meg néhány igeverset. Előtt a gyönyörködésnek, amikor Isten gyönyörködik, hogy mit is jelent, mi a tartalma. Két héber szót néztem meg. Ennek a tartalma azt jelenti, hogy amikor látja valamiben vagy valakiben gyönyörködik az Isten, amikor látja valakinek az életét, abban Isten az örömét leli. Gyönyörködik benne, kedves előtte. Milyen nagyszerű lenne azért naponként olyan életet élni, amiben gyönyörködhet az Atya, igaz? Amiben kedvét leli az Isten. A Teremtőnk, akinek el kell számolnunk az életünk minden percével. És milyen nagy kegyelem, hogy kegyelmes az Isten, majd erre mindjárt visszatérünk, Dávid, hogy Dávid ezt megértette az ő életéből kiindulva. De nézzük a Krónikák első könyve 29.17. versét, amikor van egy ilyen gyönyörűség leírás. Azt mondja, hogy tudom, Istenem, hogy te a szívet vizsgálod, és miben gyönyörködsz? Az őszintességben. Minden alakoskodástól, képmutatástól, sallangoktól mentes hozzáállásban, szívbéli hozzáállásban. Én mindezt őszinte szívvel önként adtam, és most örömmel látom, hogy önként adakozott neked a néped, amely itt összegyűlt. Dávid ugye az Isten templomára hirdetett meg, a templom építésre hirdetett meg adakozást, amelyet végül nem ő épített, nem az ő korá időszakában építettek meg, hanem fia Salamon királysága idején, de minden helyén volt, mikor mire Dávid meghalt, a templomnak minden eleme, a pénz is és az építő anyagok is minden helyén voltak. És meg volt a forrás, ami nem volt meg, vagy meg volt az, amiből meg lehetett építeni. Kapcsolatokat is képített Dávid, tehát minden rendelkezésre állt. Azt mondja tehát itt Isten igéje, hogy az Úr gyönyörködik az őszinte szívben, és az abból fakadó önkéntes adakozásban, ami az adott személy Isten oltára tett hála áldozata. Ez a szolgálat, az ilyen típusú szolgálat mögött mindig a hála van, és egy hála áldozat, amikor az ember így szolgál az Istennek. Aztán Zsoltárok könyve 18.1, és majd a 20-as verse, Dávid Zsoltára, Dávidé az Úr szolgájáé, aki akkor mondta el ennek az éneknek szavait az Úrnak, amikor valamennyi ellensége hatalmából és Saul kezéből kimentette őt az Úr. Ezt mondta. Szeretlek, Uram, erősségem. 20-as vers. Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem. Dávid Isten iránti bizalma töretlen volt. Azokban a napokban is, amikor vesztésre állt. Rendkívüli tereket kellett hordoznia az üldöztetés miatt, és kilátásban sem volt az, hogy beteljesedik rajta Isten ígérete. De mindvégig jellemző volt rá, hogy szerette az Urat, akit erősségének tekintett, és aki benne gyönyörködött. Gondoljatok bele, Dávidnak a szívében, a szellemében volt egy bizonyosság a menekülés napjaiban is, hogy Isten gyönyörködik az életében. Mert ő engedelmeskedett az Istennek, és az engedelmesség következménye volt az, hogy üldöztetés élte. Nem az ő bűnei miatt kellett szenvednie. És azt is fordíthatjuk, hogy viszont szeretettel szerette az Istent, akiben megtalálta a támaszát, hogy ne essen el. Vagy ha elesett, fel tudjon kelni. Istent ilyen támaszának tekintett, hogy nem maradt a földön Dávid. Amikor elesett, akkor felkelt. Amikor bolondságot beszélt, még egy asszony szavára is megtért. Azt mondta, köszönöm, hogy szóltál, hogy nem vétkeztem az Isten ellen. Nagyon kellett, hogy figyelmeztessél. Milyen alázatos lélek. Támasza volt az Isten mindvégig, és szeretetében bízott. Szóval a 147. Zsoltár 10-11-es versei szintén a gyönyörködésről szólnak, amikor is a gyönyörűségére élhet valaki. Nem a lovak erejében leli kedvét, nem a férfi izmaiban gyönyörködik,
az Úr, az Isten félőkben gyönyörködik az Úr, azokban, akik az ő szeretetében bíznak. Úgy is mondhatnánk itt, hogy szeretetében vagy jó akaratában reménykednek. Jó akaratában reménykednek. Nem az önhittség, a testi erőben való bizalom vagy bizakodás, a saját bölcsességtől való felfoghatottság, hanem a teremtő iránti tisztelettől átadott szív, amiben gyönyörködik az Isten, örömét leli az Isten. Ilyen a szellemi harcosnak a lelkülete, aki szeretetében bízik, és ennek a szeretetnek a megismeréséből fakadóan bizalommal tekint az Istenre, és azt mondja, hogy szeretetedben bízok, azaz irgalmadban reménykedek. Így is fordíthatjuk. Tehát azért ez már egészen más, mikor azt mondod, hogy a te irgalmadban reménykedek, tehát azt jelenti, hogy irgalomra szorulok. A te kegyelmedre szorulok, Istenem, de benned reménykedem. Bízom, hogy te kegyelmes vagy. Bízom, hogy te irgalmas vagy. Szükségünk van erre? A tökéletlenségeim miatt is, a gyengeségeim miatt is, a bőrstelenségeim miatt is, a bukásaim miatt is szükségünk van arra, hogy így megértsük, hogy ilyen az Isten, akinek irgalmában és kegyelmében lehet reménykedni és lehet bízni. Mert enélkül meghalnánk. Enélkül nem lenne tovább élet. Első bukás és kampec. De Dávid megtanulta, hogy az Úr az ő erőssége. Az Úr az ő támasza. A Zsoltárban olvassuk, hogy megtanít az Isten bennünket arra, hogy reménykedjünk az ő irgalmában. Ez a reménység pedig nem szégyenít meg. Ez szívünkbe állt az Istennek szeretete, látjátok, az ő szeretet állt a szívünkben, nem a miénk. A nekünk aratott Szent Szellem által. És elvisz bennünket ez a kép egy folyóhoz, egy pusztában lévő folyóhoz, amelyhez közel vannak fák ültetve, és a fák gyökerei behatolnak a folyóba. A folyó igeresztik gyökerét. És így olvasod a Jeremiás 17:7-8, de áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma, mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üdvözölt marad, száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcsét. Tehát a megpróbáltatások közepette is reménység élteti a szívét, és töbletei vannak. Mert ilyen az Isten szellemének bősége az ember életében. Amikor valaki a Isten irgalmában és szeretetében tud reménykedni és bízni, megjelennek az életébe a töbletek. Még a nehéz időszakokban is, és ezért tud gyümölcsöt teremni. Tehát másokat is képes még vigasztalni. Dávid zsoltáraiból mennyi bátorítást nyerünk? Pedig mennyi zsoltár született a legnagyobb mélységekben? És mennyire döbbenetes, hogy mivel ő neki támasza volt az Isten, ezért jelentkezett benne az a töblet, amivel bátorítani tudott másokat. És a messiásra vonatkozó kijelentések és proféciák is tanúságul irattak meg. Figyeljetek, a Példabeszélek 8.31, nagyon szeretem ezt a mondatot a Bibliában. Sok mondatot szeretek a Bibliában, az egyik, amit nagyon szeretek. Játszadoztam a földje kerekségén, és gyönyörködtem az emberekben. Ugye a Példabeszélek 8, az Isten bölcsessége kijelentése gyakorlatilag bölcsességben személyesíti meg a fiút, a messiást. Róla szól a Példabeszélek 8, és amikor azt mondja a Biblia, hogy amikor megteremte Isten az embert, akkor a fiú azt mondja, hogy gyönyörködtem az emberben. Kedvemet leltem az emberben. Izgatottan, kíváncsian figyeltem őket. Ez valami gyönyörűséges, csodálatos. Milyen más szemléletmód az emberek iránti, az emberekhez a viszonyulásban, mint amit egy félórás híradóban kapsz. De gondoljatok bele, tehát, hogy az élet azért, hála mindenhatónak, nem olyan, mint egy félórás híradó. Nem? Hála Istennek! Tehát ezért szerintem elég belőle hetente egy. Mégis tudja az ember, miről van szó, meg olvasna esetleg utána, de pont elég. Mert azért, hadd mondjam, nem minden ember robbantja fel a másikat. Nem minden ember vágja el a másik torkát.
van még jó indulat, jó szándék, van vidámság, van szép természet. Annyit nevettünk tegnap a Bükkben, amikor túráztunk. Olyan jó csapattal voltunk együtt. A jó társaság volt. A medvés vicceket most nem mondom el. De nagyon jók voltak. Szóval örülni az életnek. Gyönyörködni az emberekben, gyönyörködni az Isten alkotásában, teremtésében, gyönyörködni egy festményben, egy zeneműben, egy műalkotásban. Azt mondja, hogy Uram, milyen csodálatos, hogy még ez a bűntől eltorzított ember is valamit csodát tud létrehozni, ami dicsőít téged, ami arról beszél, hogy milyen nagyszerű vagy. Hát nem beszél arról, hogyha nézed, annyira hálás voltam Istennek, hogy nem hullott még le minden levél, meg jó időnk is volt, hogy láttuk a gyönyörű erdőt. Mondtuk is, hogy filmeket lehetett volna forgatni azokon a helyeken, ahol jártunk, olyan gyönyörű volt a táj. Szóval igenis, gyönyörködni az emberben, gyönyörködni a másik emberben, mint Isten teremtményében. Felismerni benne azt, ami még látható belőle. Az Istenből, az életén keresztül. És azt mondom, hogy igenis, nem mindenki terrorista, és nem mindenki lövegyön a másikat. És van még jó szándék, van még jó akarat ezen a világon. Amen. És én nem vagyok hajlandó az életet úgy élni, hogy reszkessek, rettegjek, és egy sötét szurkot lássak az életben, és ne lássam a színeket, az életnek a színeit. És bátorítanak, hogy tanuljunk Jézustól, aki gyönyörködik az emberekben. Nyilván nem a bűneinkben, természetesen. De hogy az Isten megalkotott. De hát mondhatnám, ragozhatnám, hogy mikor azt mondja a Biblia, hogy az angyolok vágyakoznak beletekinteni abba, amit a megváltott emberek életében történik. Hát megtér valaki, ugye bármilyen háttérből is, hívő családból, mafiózó háttérből, teljesen mindegy. Azt mondják az angyolok, hát ez meg hogy lett? Hát hogy lett ez Isten gyermeke? Hát hogy került ez rangban egészen felénk? Hát mi történt ezzel? Hogy vette ezt az Istent a szelleme által? Hogy vett lakozás benne Krisztus? Hát csak angyolok vágyakoznak beletekinteni, amit az Isten tett az emberre. És gyönyörködik az Isten abban, hogy jót tegyen velünk. Gyönyörködik az abban az Isten, hogy megbocsásson. Gyönyörködik az Isten abban, hogy irgalmazzon. Gyönyörködik az Isten abban, hogy megszenteljen, megtisztítson és helyreállítson bennünket. Olyan volt a bátorítás ma is, ami elhangzott. Erre bátorította a szívünket. Olyan volt az első dal, nektek is jó volt. Annyira jó, csend is volt. De annyira ima volt. Az én imádságom volt az a dal. Lehet a tiéd is. És amikor így imádkozol, hogy Uram, tisztíts meg, szentelj meg, nyisd meg a szívemet, áldj meg, hozzád közelem, akkor azt mondja a Biblia, Jézus néz és gyönyörködik. Gyönyörködik a te életedben. Gyönyörködik abban, ami tükröződik az Isten jóságában és szeretetében az életünkön keresztül. Nem csodálatos? Az élet szerintem sokkal szebb annál, mint hogy le akarja festeni nekünk az ördög. És mindent be akar szurkolni feketével, vagy be akar satírozni ilyen vastag grafitceruzával. Le akar festeni. És el akar hitetni, hogy az élet tényleg ilyen gonosz, meg ilyen rossz. Pedig ez csak árnyéka az eljövendőnek. Árnyéka. Aztán a Izsaiás könyvében ugyanezt látjátok, ezt a gyönyörűséget látjátok Izsaiás 42.1-ben, megint csak az Úr Jézusról, mint Isten szolgájáról. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg. Törvényt hirdet a népnek. Nem kiált, nem lármáz, tehát, hogy is mondjam, nem ilyen szájhős, aki öntömjénező, magát mutogató, hőbörgő, és nem hallatja szavát az utcán. Prédikált az utcán, de értitek, hogy nem ebből a szempontból prédikált. Nem magát mutogatta, nem hőzöngött, nem okoskodott Jézus. A megrepett látszálat nem törj össze. A füstölgő mécsest nem oltja el. Igazán hirdeti a törvényt. Ó, halleluja. Azt mondja az Atya, hogy gyönyörködöm az én szolgámban, gyönyörködöm az én fiamban, aki így viszonyul
az elesethez, a meglangadhoz, az elbotlotthoz, a hídben hajótörés szenvedethez. És azt mondja az atya, hogy én gyönyörködöm ebben. Ha az atya gyönyörködik Jézusban, hogy ő így viszonyul, akkor szerinte gyönyörködik bennünk is, ami is így vagyunk képesek viszonyulni. A második esély lelkületével tudunk lenni az emberek felé. Elmondtam neki, de nem hallgatott rám. Menj a pokolba. Nem. Szoktam mondani, hogy beszélgettük Szilárddal, utaztunk, hogy milyen furcsa, hogyha az emberek megtudnák, hogy Jézus visszajön holnap. Tehát az, hogy valóban Jézus várja valaki vissza, az megmutatkozik abban, hogy mit csinálna. Mert ha kiülne egy napos hegytetőre, és azt mondja, uram, itt a hegytetőn közelebb vagyok, mindjárt jössz, a többi bűnös meg égjen a pokolba! Végre itt jön az ítélet! Akkor te nem Jézus várod. Legalábbis biztos nem azt, hogy Jézus várod, aki meghalt a bűnösért. Aki a megrepett nátszálat nem töri össze, és a füstölgő mécsest nem oldja. Aki azonnal vennék ki napszabadságot. És biztos, hogy még akit lehet, megkeresnék. És mondd neki, az Úr Jézus vissza fog jönni, térj meg gyorsan. Több időm nincs, de gondold végig, itt egy bibliavers. És akkor szaladnék minél több emberhez. Én így várnám őt vissza. Mert boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál az Ura, amikor visszajön. Boldog az a szolga. A lélekmentés szolgálatában, mert ha ebben a szolgában gyönyörködik az Isten a fiú esetében, akkor gyönyörködik, amikor mi gondolkodunk így. Tehát ha tényleg azt gondolod az idők jeleinél, hogy mindjárt itt van Jézus, és te tényleg Jézus várod, akkor szerintem te nagyon buzgó vagy az evangelizációban. Meg az imádkozásban is. De ha csak ilyen reklámoknak, ilyen híreknek való rettegés fogja el a szívedet, és azt mondod, jaj, de ő visszajön az Úr Jézus, megmenekülök a sok pusztulástól, meg fogsz menekülni, nyugodj meg. Tehát az a gonosz elől el fogja ragadni az Úr az övét, ez le van írva. Tehát mielőtt az Antikrisztus teljes uralomra jutna a Földön, biztos, hogy el fog vinni bennünket az Úr. Nyugodj meg. Két számon rajta van, nem így lesz, de nyugodj meg. Én így látom a Bibliában. El fog ragadni az Úr bennünket. Különben nem is lehetne teljes a gonosz hatalma a Földön, mert olyan Isten erőt képvisel, az Isten irgalmával és kegyelmével teljes egyház. Teljes eklézsia pontosabban, gyülekezet közössége, kihívott a közössége. Ő adott életet, neki joga van az életünket visszavenni, joga van az, hogy határt szabjon az életünknek. Nem mondhatjuk, hogy nincs joga hozzá, mert ő a tulajdonos. Mégis gyönyörködik az irgalmasságban. És még vár az Isten, hogy megkegyelmezhessen. Még tűr az Isten, hogy irgalmazhasson. Jó hír? Jó hír. És ez az irgalom, amelyet elnyer az ember a szívében, segíteni fog bennünket abban, hogy egymás iránt, testvéreink iránt, és a még elveszett állapotban lévő emberek iránt ilyen irgalommal és könnyűlettel viseltessünk, és legyünk képesek a rossz indulatokon túllátni, és látni bennük az elveszett lelket, és legalább imádkozni értük, és nem megengedni magunknak azt a luxus, hogy gyűlölködjünk, és hogy haragot hordozzunk. Izrael vonatkozóan is van néhány profécia, ami szintén tanít bennünket a lelkületre, hogy mi az, amiben gyönyörködik az Isten. Vagy mi az, amitől pedig tartózkodnunk kell, amit kerülnünk kell az életben. Ézsaiás 62:4. Csak felolvasom, és talán egy-egy mondatot mondok hozzá. Nem mondanak többé elhagyottnak. Országodat sem mondják pusztaságnak, hanem úgy hívnak, hogy gyönyörűségem. Országodat pedig úgy, hogy férnie van. Mert gyönyörködik majd benned az Úr, és országodnak ő lesz a férje. Megint miről beszél a Biblia? A hűségről. A házasságtörő Izraelt visszafogadja az Isten, mint Hóseásnál, ugye van ez a kép. Azt hiszem Hóseás igaz, aki a paráznanőt kellett elvennie, és ő nála van az, hogy azt a népet fogják népemnek nevezni, amelyek azt mondják, hogy nem a népem. Tehát Istennek ezt a házastársi hűség dinamikáját mutatja be,
hogy Isten hozzá hűtlenné vált Izraellel ilyen irgalmasan fog bánni, mint férje a paráznává lett asszony felé. Megbocsát neki, és helyreállás fog neki. Tudjuk, hallottuk a múlt héten is, hogy a maradék üdvözül, de hogy ez a maradék mennyi lesz, azt bízzuk a Jóistenre. Aztán Ezékiel 20:40-től, ezt csak elolvasom, és figyeljétek benne, hogy mi az, amilyen gyönyörködik az Isten, és miből akar kihozni az Isten, hogy gyönyörködhessen bennünk, mert szent hegyemen, Izrael magas hegyén, így szól az én Uram az Úr, ott fog tisztelni engem Izrael háza, mindjárt azon a földön. Ott gyönyörködöm majd bennük, és odahozatom velük felajánlásaitokat, az első termés áldozatát, és mindazt, amit nekem szenteltek. Gyönyörködöm bennetek, mint a kedves illatú áldozatban, látjátok? Ezt a hála áldozatból fakadó szolgálatot? Azt mondja, bennetek gyönyörködöm, mint a kedves illatú áldozatban, mert ilyen az életetek. Amikor kivezetlek a népek közül, és összegyűjtelek benneteket az országokból, amelyekbe szétszórattatok, és a népek szeme látára bebizonyítom rajtatok, hogy szent vagyok. Akkor majd, figyelj, megtudjátok, az is jön, hogy én vagyok az Úr, amikor beviszlek benneteket Izrael földjére, abba az országba, amelyről fölemelt kézzel tettem esküt, hogy őseiteknek adom, megint a hűség, ott majd visszagondoltok arra, hogyan éltetek. És mi mindent tettetek. Hogyan tettétek magatokat tisztátalanokká. Akkor megundorodtok magatoktól, olyan sok gonoszságot követtetek el. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Az én nevemért, nem pedig a ti gonosz tetteitek és romlott tetteitek szerint bánok, így veletek, Izrael háza. Így szól az én Uram, az Úr. Milyen csodálatos dolog a kegyelemmel találkozó ember. Az Isten kegyelme annyira mélyen leleplezze az embernek a bűneit. Igaz? Az ember megundorodik a saját romlott, gonosz cselekedeteitől, és ez motiválja benne a változást, a megtérést. Szóval Aggeus próféta könyve, első rész, 8-9-es vers. Menjetek föl a hegyre, holdjatok fát, és építsétek fel a templomot, hogy gyönyörködjen benne. Halleluja. És dicsőítsenek engem, mondja az Úr. Gondoljatok bele, hogy ha Isten is úgy akarja, és megéljük, akkor ez a gyülekezet meg fogja látni, hogy felépül egy templom az Isten dicsőségére. És ott fogunk magasztani az Urat, és azt mondja Isten, hogy ebben a fajta áldozatban Isten gyönyörködik. Amikor a hála áldozatból fakadóan épül föl az ő neve tiszteltére egy templom. Sokra számítottatok, de kevés lett. És amit hazahordtatok, azt is elfújtam. Ugyan miért? Így szól a seregek ura. Azért, mert az én házam romokban hever, ti meg csak a magatok háza körül szorgoskodtok. Szolgáló lelkület. Mint mondtam, a mindennapokban. Tudjátok, Pál apostolnak voltak munkatársai. Voltak olyan munkatársai, akik egyedülállók voltak. Például Timóteus fiatal ember volt, ilyenek is körülvette magát, még nem volt családja, ezért ő 100%-ban minden idejével az Úrnak szolgált. Egy ilyen teljes idejű lelki munkás volt, persze, amikor kellett dolgozott, hogy a missziós munkára legyen forrás. Aztán volt Aquila és Priscilla. Ez egy vállalkozó házaspár volt. Méghozzá egész jól menő vállalkozások lehetett, mert Pálnak is tudtak munkát adni, meg ahol voltak, a gyülekezetek otthon tudtak adni a lakásukban. De nézzétek, hogy a vállalkozásukkal szolgálták az Istent, alá volt rendelve a vállalkozásuk az Isten szolgálatának. Tehát a vállalkozásukban úgy éltek, hogy azzal hogy tudják szolgálni Isten dicsőségét. És még amikor dolgoztak, és a vállalkozás prosperitása is ment előre, azzal is Istennek akartak szolgálni. Aquila és Priscilla Pál apostolnak kiváló munkatársa volt. Korintusban, majd emlékeim szerint Rómában, és ott vannak és szolgálnak. Tehát látjuk, hogy más élethelyzetben vannak, vállalkozásuk van, de vállalkozásukkal szolgálják a mindennapokban az Isten misszióját, szolgálatát, munkáját. Ilyen volt. És aztán voltak olyanok is, akikről azt mondja Pál, hogy fáj a szíve, mert ők a maguk dolgával törődnek. Ilyen volt Izrael népe is, hogy a saját bizniszükkel foglalkoztak, abban rengeteg energiát fektettek bele. Szoktam mondani, van, aki egy hét alatt többet tankol el, mint amit a persebe tesz.
És nem is okoz neki problémát. Mert az kell, hát az a biznisznek kell, meg nekem. De nyilvánvalóan nem az a lényeg, hogy mennyit adsz, mert nem ez méri meg, hanem hogyan gondolkozol arról, amit van. Ki a forrása? Mert lehet 10 forintod, és azt jó szívvel adod, meg adhatsz 1 milliót is, és eseményt csinálsz belőle. Egy adakozási eseményt. Nem pedig a szíved van benne, nem a hála áldozata. Tehát sokféle ember volt Jézus körül is, és mindenki a maga élethelyzetéből fakadon igyekezett szolgálni az Urat. Nyilván a családosok másképpen, az egyedülállók másképpen, a vállalkozók másképpen, de mindenki Isten szolgálatában volt, akikről ilyen módon pozitív példaként beszél az Úr. És a názareti Jézus engedelmességéről hadd szóljak egy pár szót, és az atya reakciójáról. Jézus odamegy bemerítő Jánoshoz, hogy bemerítse őt. János azt mondja neki, hogy zavart érzek az erőben. Szóval neked kéne engem bemeríteni, nem fordítva. És akkor mit mond neki Jézus? Engedj, mert az illik hozzánk, hogy Istennek minden igazságát betöltsük. És azt mondja a Biblia, na erre a szóra engedett neki. Mert azt mondta János, igen, nekem is ez a fontos. Sokkal fontosabb, mint amit én most gondolok ebben a helyzetben. Vagy amit most én érzek ebben a helyzetben, mert tök ciki nekem, hogy az Isten fiát én merítsem be. De ezzel meggyőztél. Hogy azért, hogy az Isten akarata megvalósuljon. És mi történik, mikor Jézus bemerítkezik? Megszólal mennyből az atya, és azt mondja, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Mert az engedelmes szívben az Isten gyönyörűségét leli. A másik eset, amikor ugyanezt mondja az atya, a megdicsőrés hegye. Amikor fölmegy, emlékeim szerint a Táborhegy, fölmennek ugye Péter, Jakab és János, meg Jézus. És megjelenik Jézusnak Mózes és Illés. Mózes ugye a zsidóknál. A törvény, rajta keresztül kapták a törvényt, Illés volt a proféta. És gyakorlatilag a Biblia jelentős részét ezzel ki is pipáltuk. A zsidó gondolkodásmódban. Tehát ők voltak a csúcs. És akkor miről beszéltek Jézussal a Táborhegyen? Emlékeztek rá? Péterig igen, de Jézussal miről beszélt Mózes és Illés? Igen, azt mondta, az élete végéről, ami Jeruzsálembe fog bekövetkezni. És ugye elváltozik, hogy Jézus megdicsőül, és gondoljatok bele, tehát, hogy Jézus pontosan tudta, hogy amikor Jeruzsálembe megy, mi történik vele. És amikor ő pontosan ezt tudta, és Illés és Mózes is megerősíti ezt a dolgot, akkor azt mondta, hogy megyek akkor vissza, hogy mindez beteljesedjen rajtam, és akkor erre az engedelmességre megszól az atya, mikor Péteréknek van a közjáték, a sátorkészítés, azt mondja, hogy ő az én szeretett fiam. Gyönyörködöm benne, ő ráhallgassatok innentől kezdve, nem Mózes és Illés legyen, akit tiszteltek, hanem az én szeretett fiamat, a názáreti Jézust. És miért gyönyörködött benne az Isten? Mert bár tudta, hogy mi vár rá Jeruzsálemben, mégis oda ment. Miért? Mert ez volt az atya akarat, engedelmeskedett. Tehát miben gyönyörködik az Isten? Az engedelmes szívben. És van tapasztalatunk, akik régebb óta járunk az Úrral, amikor betölt bennünket a Szent Szellem öröme, amikor engedelmeskedünk. Amen? És a szomorúság, amikor engedetlenek vagyunk. Amikor úgy éljük az életünket, mintha miénk lenne. Hogy úgy élünk a dolgainkkal, mintha mi birtokolnánk azokat, és nem pedig egy időre lenne ránk bízva. Pétert annyira megragadta ez az esemény, hogy a 2 Péter 1.17-18-ban le is írja, így írja, hogy mert amikor az Atya Istentől tisztességet, dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá felséges dicsőség, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, ezt a mennyből jött szózatot mi hallottuk, mert együtt voltunk vele a Szent Hegyen. Péterben ez egy lenyomat volt, és ő is így követte Jézust az engedelmességben, mint halálig. Ő neki az aratott meg, hogy a mártironságig követte az Úr Jézus Krisztust. Vannak egyéb jellemzők is, amiben gyönyörködik az Isten, de ezt majd itt tanulmányozzátok a Bibliában. Egyet emelek csak ki, hogy az Isten országa, Róma 14-17, nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és Szent Szellemben való öröm. Figyeljetek, mert akik ebben szolgálnak Krisztusnak, az kedves az Isten előtt,
és megbízható az emberek előtt. Tehát tetszik az Istennek az ilyen élet, amely igazságban, békességben és a Szent Szellemben való örömmel szolgál. És akkor ezt erről ennyit. És még két dolgot szeretnék, két ige csokrot hozok elétek, kevesebb magyarázattal. Az egyik gondolatsoromnak a összefoglalója, hogy a Istennek való szolgálat nem hobbi, hanem életforma. Tehát nem az, amire ráérek, és akkor van idő, meg kedvem, akkor csinálom. Hanem egy életforma. Sokkal inkább hétköznapi, mint sem esemény jellegű. Nézzétek csak a Lukás 17 hetet, és a következő szakaszt. Ki az közületek, figyeljetek, nagyon durva egyébként, de a bevezetővel össze fog csengeni, amit mondtam nektek a Teremtő Isten pozícióját tekintve az életünkben, és ehhez kapcsoló gondolatokat, amit megosztottam. Ki az közületek, aki ezt mondja szolgájának, amikor az szántás és legeltetés után megjön a mezőről. Jöjj ide hamar, ülj le az asztalhoz. Nem azt mondja inkább neki, készíts nekem valami vacsorára valót, övesz fel magad és szolgálj fel nekem, míg eszem és iszom, te majd azután egyél is igyál. Vajon megköszönje annak a szolgának, hogy teljesítette, amit parancsoltak neki? Ezért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt. Haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami a kötelességünk. Fú, barátom, na ez a gondolkodásmód olyan messze van a mai ember lelkületétől, mint Makó Jeruzsálemtől. Mert a mai ember érdekből cselekszik. És a pozitív gondolkodás rabjai mindig dicséretet várnak. A csomó defektes lelkületű ember az mindig megerősítést akar. Ezért szolgálata is mindig valamilyen érdekből van. Tehát értsd meg, a Biblia azt mondja, hogy meg fogja becsülni az atya a jövőben. A jutalomod át lesz. Nem kell arra számítani, hogy most megtettem valamit, jó, akkor megáldod a bizniszt, uram. Nagy a fizetésem lesz. Most szolgálok egy kicsit, uram, akkor lesz feleségem, férjem? Lesz gyerekem? Ha nem lett, akkor nem szolgálok. Tehát ahogy a kudarcokat, a megpróbáltatásokat kezelem, megmutatja, hogy hogyan gondolkodok az Istennek tetsző életről és szolgálatról. Mert látjátok, Dávid, hogy reagált. Szeretetedben bízom. Az irgalmadban reménykedem. Te vagy az én támaszom. Akkor is, amikor neki volt egy ígérete, de hosszú éveken keresztül be se teljesedett. Sőt, hát távolodott az ígéret beteljesedésé, nem közeledett volna. És ő akkor is azt mondta, szeretlek, Uram, erősségem. Szeretlek, Uram, Istenem, én támaszom. Tehát azért a szolgálatnak ez a jó hozzáállása az Új Szövetség értelemben, ha mindent megtettem, és haszontalan szolga vagyok. Nem kell megköszönni. Persze, ne legyünk bunkók. Tehát ez nem jelenti, azt nem mondhatjuk, hogy köszönöm szépen. Hálás vagyok, érted? Nagyon örülök neki, hogy ezt megteted, értitek? Csak ne erre hajazzunk. Mert mi van, ha nem teszik? Mert azért ez előfordulhat, nem is kevésszer. Meg egyébként is hány szolgálat van olyan a hétköznapokban, és senki nem lát. Amit úgy teszek, hogy úgy végzek el, lehet a gyereked észre sem veszik, kitisztítottad a cipőjét. Sárosan berakta a szekrénybe. És vetted a cipét, és lemostad neki, és kiraktad. És akkor húzza felfele, észre se veszi, hogy tiszta, hogy ő sárosan tette le, de te szolgáltál felé. Mondjuk lehet Istennek. Mert úgy végezted a mindennapok tevékenységét, nem zúgulódva, vonakodva, hanem mint aki az Istennek szolgál. Mert a te szolgálatod a mindennapok része, nem pedig egy esemény, amikor lehet kürtöltetni meg, mekkorát szolgáltam az Úrnak. Az is lehet a szolgálatunk, annyiban áll, észreveszünk valakit az utcán. Hívjak mentőt? Nem az, hogy részeg, az is lehet, de lehet, hogy cukorbeteg. És éppen kómában van. Értitek? Tehát olyan sok minden van, amit nem is tudunk egymásról. De Istennél minden fel van jelzve. És az ígérete az az Istennek, hogy a végén az ő szolgája jutalmat fog kapni. És meg fogja becsülni az atya. Mert Istennek kedves az ő szolgálja élete. De a halála is. Erre majd visszatérek. 2 Timóteus 2:20-21.
Egy nagy házban pedig nem csak arany és ezüst edények vannak, hanem fa és cserép is. Amazokat megbecsülik, emezek pedig közönséges használt valók. A közönséges használt és a megbecsülés között az a különbség, amikor egy szép edénybe tárolod fel a húslevest, meg amit, egy edény, amit bilinek használsz. Ennyire durva egyébként a különbség. A közönséges használat, ez a szégyenteljes használat, ez a régi házokban ennyi, jó? Nem részletesen, nem részletezem a témát, de ez a különbség. Tehát szégyenletes, gyalázatos használata való, amely nincs oda szentelve, a másik meg nemes. Különleges használata való, tehát áldást hordoz, áldással van telve, és áldást közvetít. A különleges használata való. Aztán, ha tehát valaki megtisztítja magát ezektől, megbecsült, megszentelt edény lesz, az Úrnak is hasznos, és minden jó cselekedetre alkalmas. És a példabeszélek 14.35, jó indulata van a király az értelmes szolga iránt, de haragja sújtja a haszontalant, az értelmes, az okos, a körültekintő, a meggondoltan, megfontoltan cselekvő, a haszontalan pedig, aki szégyent hoz az urára. Gyalázatot hoz az urára. De ha mégis így éltél, akkor azt mondja a Timóteus azért levélben Pál apostol, tisztíts meg magad ezektől. Hogy megbecsült, megszentelt edény legyél. Ne pedig egy bili, ami tele van fekáliával, meg mindenféle mocsokkal. Mert azért valljuk be őszintén, hamar teleszedjük magunkat. Nem? Gondolatokkal, annyira durva egyébként. Tudtátok, hogy az ördögnek egy kiváló hanglemez gyára van. Tehát mondjuk ér egy esemény, ezt magamon is vittem, nem az történik, amit akarsz, amit vártál a másiktól. És jön az ördög, feltesz a hanglemezt, téged senki sem szeret hanglemez. Vagy föltesz azt a hanglemezt, aminek ez a címe, te többet érdemelnél hanglemez. Vagy te méltó lettél volna erre, és mégsem tették hanglemez, és elkezd játszani az agyadban. Ismeritek ezt a hanglemezt, gyárat? És mindaddig, amíg nem veszed észre, hogy ez a hanglemez nem a Szentlélek hanglemeze, hanem az ördög hanglemeze, amit játszik az agyadban, forgat befel az ördög. Így van? Tudom, hogy így van. Ezért nagyon fontos, hogy ezeket a hanglemezeket vedd le a lemezjátszódról, törd össze, és kezd gondolkodni azon, amit az Isten igéje mond. Kezdjünk gondolkodni azon, amit Isten igéje mond, és kezdjünk úgy viszonyulni. És azt tudom neked mondani, hogy sokkal jobb lelki és szellemi állapotba kerül az ember, és visszatér az öröm az életébe, amikor az Isten szerinti lemez kezd az elméjében menni. Azaz, hogy Istennek akarok szolgálni, neki akarok tetszeni, megvalom a bűneimet, hogy megszentelje az életemet, és én hasznos akarok lenni az Isten dicsőségére. Ez egészen más. Én szolgálni akarok, nem elvárni, hogy velem, nekem szolgáljanak. Annyira durva egyébként, hogy sokszor az emberek annyira vágynak arra, hogy elfogadják őket, hogy már elkezdik követelni. És miközben kezdik követelni, egyre távolabb kerülnek a vágytól. Mert megy bennük a hanglemez. Nem szolgál a lelkületre akarnak eljutni, hanem a vágyaikat betöltetni másokkal, vagy a lukaikat betömetni mással, amit csak egyedül az Úr Jézus tud. Ember nem segített rajtunk. Csak az Úr. Ezért mondja, menj az Úrhoz, hogy megszenteljem. És hát beszél a Lukás 12-ben az írás, ki a hű és okos szolga. Ugye tudjátok a dinamika, amelyik elfecséli az időt, és késik az én uram, és akkor a bűnbe megy bele, meg a mocsokba. A másik pedig megteszi az Úr akaratát, és ezt mondja az írás, hogy aki tudta, mi az Úr akarata, de nem teszi, sok verést kap. Tehát azt is számon tartja az atya. Akinek sokat adtok, attól sokat kívánnak, akire sokat bíztak, többet kérnek számon. És a Korintus levélben azt mondja az írás a hozzáállásunkat tekintve, mit van, amit nem kaptál? Ha megkaptad, mit dicsekszel? Mit dicsekszel? És az utolsó gondolatsor, ezzel zárom, érdemes mindvég kitartani, mert az Atya megbecsüli az ő szolgáját,
az atyának kedves az ő szolgája élete, és megígérte, hogy meg fogja jutalmazni azokat, akik győztesen futnak be a célba. Lássátok meg, Istvánnak miért nem jelent meg, míg a tárgyalás volt az Úr Jézus? Miért a halál előtt jelent meg neki? Mert azt van megírva a Bibliában, hogy amikor befutsz oda, akkor kapsz jutalmat. Akkor fogod majd megkapni azt, amiért küzdöttél. Ezért nem az Isten jelenlétének a hiánya, mert az ő ígérte. Azt mondja Máté 25-21-ben, Ura így szólt hozzá, jó van, jó, nemes, bátor, vitéz, derék, kiváló, becsületes, jóindulatú, jó akaratú, hasznos, előnyös, kedves, jó hatású szolgám és hű szolgám, aki hűséges voltál, hiteles voltál, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád. Ezután tehát megkapod a jutalmat. Fantáziáltunk egy kicsit erről, hogy a mormonoknak van ilyen kísértések, hogy egy univerzum istenei lesznek. Mi nem szeretnénk istenek lenni semmilyen univerzumban, mi Isten gyermekei vagyunk, és ez a legnagyszerűbb dolog, amit el lehet érni, és ennél több nem is kell. Ilyen science fictionben meg jobban nem hinni. Annak a vége a káosz. Azt a János 14.3, és ha majd elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, majd ott eljöttek ti is. Majd ott lehetek ti is, amikor befuttok a célba. Aztán 17-24, János evangéliuma. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet. Ezért mondom nektek, az Úr Jézus fog várni bennünket, ez tuti biztos, amelyet nekem adtál, tehát nem az lesz, hogy ülj a sor végére. Tehát Isten gyermekei vagyunk mindannyian. Király gyermekek vagyunk. És nem az lesz, hogy az angyaloknak a hátsó sorból lesz még egy ilyen, tudjátok, egy kinyitható széksor a későn jövőknek, te ülj ide. Tehát nem, azt mondja az Úr Jézus, hogy nem ezt akarom. Hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdet előtt. Tehát Jézusnak az engedelmessége is ebből a szeretett tapasztalatból volt. Telve volt az atya iránti szeretettel, hűséggel, meg az ő szeretetével. És nézzétek a Zsoltárok 116-15. Drágának tekinti az Úr híveinek halálát, értékesnek, megbecsültnek, nagyra becsültnek, nagyszerű, pompás, ragyogó, ritka. Így tekint az szolgája halálára is. Legvégül pedig a Tesszalonikai levél 4. rész, 1 Tesszalonika 4, 16-17-et olvasom. Ezzel zárom. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, aztán mi, akik élünk és meghalunk, milyen igazságos az atya, előbb ők. Velük együtt elragadtatunk a felhőkön az Úr fogadására, a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Tehát az a helyzet, drágáim, hogy az Orsi hamarabb látja meg az Urat. Még ebben is, még testben is. Mint ha most eljönne az Úr Jézus. Mert előbb azok támadnak fel, akik az Úrban hunytak el. És aztán mi, akik élünk, elváltozunk egy szempillantásra, elragadhatunk az égbe, és mi mindenkor az Úrral leszünk. Ez az Isten ígérete, ne feledjétek, az atyának kedves az ő szolgájának élete. Szolgáljuk őt. Amen.